November 17-e, Isten megismerése. Mai igénk Máté evangéliuma 11. fejezetének 21. verse. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Sok ember szívében ott a vágy, hogy szeretné megismerni Istent. Jézus pedig azt mondta, hogy ez életkérdés mindenki számára. Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent. Hogyan lehetséges ez? A Biblia azt tanítja, hogy csupán értelmi belátás útján senki sem ismerheti meg Istent. Isten lénye titok az ember előtt, s azt csupán az értelmével nem tudja megfejteni. Sok mindenre képes az emberi értelem és bölcsesség, de erre nem. Legfeljebb elképzel magának egy istenfélét, de az nem is hasonlít az egyedül igaz Istenhez. Éppen ezért Isten kijelenti magát az emberek számára. Leleplezi a titkát, mint amikor egy szobor leleplezése alkalmával lehull a lepel, és mindenki számára egyértelmű lesz az alkotás. Isten legteljesebben Jézus Krisztus személyében jelentette ki magát. A valódi, élő Isten megismerése a názáreti Jézus személyéhez van kötve. Rajta kívül senki sem juthat helyes Isten ismeretre. Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. De ki érti meg ezt a kijelentést? Csak az, akiben Isten lelke van. A korintusi első levél 2. fejezete végig erről szól. A természeti, pszichikus embernek érthetetlen vagy ostobaság Isten önmagáról szóló kijelentése. Aki azonban már kapta az újjászületésben az ő lelkét, pneumáját, az érti Isten gondolatait. Ez az Isten ismeret aztán az Istennek való engedelmeskedés közben mélyül el és gyarapszik földi életünk végéig. Erre is érvényes, hogy lakva lehet megismerni egymást. Erre az állandó lelki közössége hív minket, ami Urunk. Az üdvösségben pedig megismerjük majd őt olyan teljesen, ahogy ő ismer most minket.